Ilyen és ehhez hasonló robotok is helyet kapnak abban a táborban, amit a Tolna megyei szakképzési centrum Váhy Péter szakképző iskolája az általános iskolás korosztály számára hirdetett meg. Az ötnapos napközis táborban helyet kap a Lego LV3 robot összeállítás mellett, többek között a programozás is. Idén harmadik évben szervezzük meg a Robot Olimpia és 3D nyomtatás táborunkat. A nagy sikerre való tekintettel idén 3 héten keresztül zajlik majd itt a táboroztatás. 3 évvel ezelőtt 2 kurzust tudtunk indítani, vagy próbáltunk meg indítani, hiszen akkor egy kísérleti jelleggel vezettük be a nyári táborainkat, és a nagy túljelentkezésre való hajlandóság miatt rákövetkezendő évben már 3 kurzust indítottunk, és idén is 3-at tervezünk. Ez azt jelenti, hogy mind a 3 hétre 14 főt tudunk fogadni, és már most azt kell, hogy mondjam, hogy 8 darab szabad helyünk maradt. Nem titkolt szándékunk az, hogy burkoltan pályaorientációs jelleggel szervezzük meg a nyári táborunkat, tehát belecsempészünk olyan elemeket a táborba, amivel magát az iskolánkat is be tudjuk mutatni az informatikai technikumi képzésünket, amellyel ugye a tanulókat szeretnénk toborozni ezekre a képzési formákra, és nagyon bízunk benne, hogy ez el is érjük ezzel a célunkat, viszont hogyha csak egy kellemes hetet tudunk szerezni a tamási tanulóknak, akkor már megérte. A tábornak a promóciója korlátozódik szigorúan csak a tamási tanulókra. Ez ugye azt jelenti, hogy itt a városban nagyjából 450 szórólapot osztottunk ki, illetve körülbelül 80 e-mailt küldtünk ki ezzel kapcsolatban, de célirányosan csak a tamási Vürcöt és a gimnáziumot céloztuk meg, de természetesen, hogyha akár a rádión vagy a tévén keresztül a táborunknak a híre eljut a környező általános iskolákba, és ugye a tanulók beleesnek az érintett korosztályba, akkor onnan is szívesen várjuk a jelentkezőket. A gyerekekre 3-szori étkezés mellett egy délelőtti és egy délutáni tematikus foglalkozás vár majd 5 napon keresztül. Elsődlegesen mi az 5-től 8. osztályos tanulókat céloztuk meg. Speciális esetben van arra lehetőség, hogy a 4. osztályos tanulók is már becsatlakozzanak. Úgy gondoltuk, hogy ez az a korosztály, akit a legjobban fog meg ez a technológia. Mind a 3 hétnek hasonló a tematikája. A 2 fő irányvonal az a robotika és a 3D tervezés. Ez azt jelenti, hogy megtanulunk számítógépen, szimulációs szoftverekben 3D-s alakzatokat létrehozni. Ezeket előkészítjük 3D nyomtatásra, és a tanulók a saját ötleteiket megvalósítva kinyomtathatják ezeket, és elvihetik őket haza. A másik fő irányvonal az pedig a Lego robot építés és programozás. Létrehozunk megadott elvek alapján egy alaprobotot, amelyet aztán a tanulók a kreativitásukat kibontakoztatva tudnak továbbfejleszteni, és akár robotharcban és egyéb játékos feladatokban tudják összemérni majd a robotoknak és a saját tudásukat. Ez a fő 2 irányvonalunk, és mindemellett megismerkedhetnek például drónokkal, kipróbálhatják a virtuális szemüvegeket, kipróbálhatják a lézervágás gravírozást, a 3D szkennelést, kipróbálhatják a robotkarokat. Tehát minden olyan plusz eszközt, amelyet itt az évek során mi a 3D labornak a nagyjából 35 milliós fejlesztésével elértünk. Az előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a gyerekek érdeklődnek a technika ezen vívmányai iránt, amellyel a tábor végén még a gondviselők is megismerkedhetnek. Minden hetet azzal zárunk, hogy pénteki nap délután fogadjuk a szülőket egy ilyen szülői program keretein belül, amikor a tanulók megcsillogtathatják azokat a képességeket és tudásokat, megmutathatják azokat az eszközöket, azokat a tárgyakat, amiket elkészítettek és használtak az egész hét során. És hát ez nagyon jól szokott sikerülni, a bátrabb szülők még a VR szemüveget is föl szokták venni, és a tanulók lelkesen fotózzák, fényképezik őket, amikor például a hullámvasút szimulátorban dölöngélnek egy kicsit előre-hátra. A visszajelzés mindegyik évben nagyon pozitív volt, nagyon sok helyről hallottam vissza azt, hogy a tábornak a hozadéka, az itt megszerzett ismeretek, akár még a középiskolai tanulmányokban is segítették a tanulókat. De én azt mondom, hogy ha már úgy zárjuk le a hetet, hogy egy nagyon jó hangulatú, nagyon jó tábort tudunk tartani, amire én úgy gondolom, hogy idén is garancia az eddigi évek tapasztalata és az összeállított programoknak a minősége, akkor már megérte.
A tábort három turnusban szervezik meg, július 3-ától 7-ig, 10-től 14-ig, illetve július 17-től 21-ig. Jelentkezni a kolozs.levente@vaipeter.tmsc.hu e-mail címen lehet.